Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, rendhagyó videó lesz, egy kis örömért szeretnék mindenkinek mondani, 3 évesek lettünk. Azaz, amikor felraktam az előző videót, ezt a billentyű átirogatós videót, akkor vettem észre, hogy bizony 3 évvel ezelőtt indult a csatorna. Mind a villám, eltellett ez az idő, remélem mindenki ugyanígy érezte és hasznos volt. Nézzük is meg, miről szól ez az egész. Nézettség, feliratkozók, és mi az, ami érdekesebb. Megnézzünk pár csatorna adatot. Igazából semmi érdekesség nincs, de nekem kifejezetten örömömre szolgált, hogy ilyen sokan feliratkoztatok, hogy ennyi ember megnézte a videókat. Én amikor indult a csatorna, úgy gondoltam, ha 50-100 ember feliratkozik, az már nagyon jó. Hogyha 10-20-50-en 100-an megnéztek egy-egy videót, az is nagyon jó. Miért? Mert én azt szeretem elmondani, ami engem érdekel, és ha pár ember tanul belőle, vagy érdekesnek találja, vagy esetleg hűségesen visszatér, akkor bizony az nekem nagyon-nagyon jó, de majd az adatok beszélnek saját magukért. Nézzünk meg egy pár számot. Milyen eredményt értem el? Bocsánat, milyen eredményt értünk el az elmúlt 3 évben? 698. 698 feliratkozó. Meglepett. Meglepett, bevallom őszintén, nem nézegetem ezeket az adatokat, nem érdekel. Egyébként gondoltam, egy 50-100 ember feliratkozik, nyilván a csatorna küldi, hogy megint feliratkozott 3 ember, 1 ember kiiratkozott föl, nem szoktam megnézni. Lényeg az, hogy örülök neki, hogy ennyi embernek bizony érdekes, és hasznos, és vette a fáradtságot, hogy feliratkozzon. Megint kitérek rá, illetve ki fogok majd rátérni, nem muszáj feliratkozni, nem lesznek itt ilyen előugró akármik, hogy nem folytatja a videót, ha nem iratkozol fel, nyomd meg már a feliratkozást, meg azt a csilingelő kütyüt, hogy kapjál értesítést. Ha érdekel, megnézed a videót, ha nem érdekel, nem nézed. Ha azt csinálod, hogy 2 hetente egyszer feljössz és megnézed a videót, és kiválasztod, ami tetszik, az is ugyanolyan jó, nekem se pro, se kontra, semmi olyan érvem nincs, hogy feliratkozzon valaki, ami akár nekem, akár neki kényelmesebb, jobb lenne, hiszen nem csak csatornatagoknak készülnek ezek, hanem mindenkinek. Nézzük is meg a dátumot, hogy mikor kezdtem, hogy nem csak kitaláltam, december 8-án 18-ban, akkor MX Linuxot használtam, nem azért váltottam, mert az MX rossz, hanem akkor, abban a pillanatban, amikor egy munka közepén voltam, pontosan az MX Linux alatt nem találtam meg azokat a programokat, amikre szükségem lett volna, leálltak, nem működtek, így gyorsan váltanom kellett, értelemszerűen egy Arch alapú rendszert választottam, az Arch Linuxot, és utána rajtam maradt az Arch, mint kiskutyán a fül, szamáron a fül, teljesen mindegy. Azaz semmi olyasmi nincs, hogy az MX az rossz. A világ egyik legjobb és legkezdőbarátabb, legjobban összeszedett, egyszerű, jól működő, stabil verziójú dolog az MX Linux Debian alapú. Szuper, szuper. Akinek van kedve, próbálja ki, nézze meg. Nézzük is meg a megtekintéseket, hát az OpenShot, az viszi a pálmát, nem tudom miért, hogy éppen azt szeretik sokan, vagy éppen az került mindenkinek a látókörébe. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó rendszer, 8000-en megnézték, vagy legalábbis 8220-an beletekertek. A következő a Vidcutter, jó, hát az egy általánosabb program, nagyon-nagyon örülök neki, MediaClick, egyértelmű hangmanipulálás, médiaklikkes letöltés, első osztályú, utána jönnek a saját kedvenceim, KDN Live bevezető alapok, egyértelmű, ha valakit érdekel egy rendszer, egy videóvágó, akkor az alapvideókat megnézi, örülünk neki, hogy ilyen szépen működik, megismeri a lehetőségeket. Hozzáteszem, 2019. április 19 óta igen, csak nagyot változott a KDN Live, azaz sokkal stabilabb, sokkal jobb, sokkal kényelmesebben használható. Utána jönnek a szokott dolgok, Arch Linux és a Linux Mint-nek a bemutatása, mit kapunk, ha feltelepítjük. Bár én alapvetően nem nagyon kedvelem azokat a videókat, hogy mit kapunk, ha feltelepítjük, hiszen
gyorsabban felrakok egy QEMU-ba egy rendszert, és megnézem saját szememmel, mind ameddig a videót végignézem, de úgy látom, van ilyesmire igény is, hogy bemutassak egy-két olyan XFCE Arch telepítő egyszerűen, tehát ezekre is van igény, örülök neki. Örülök neki. Na nézzük meg a szégyensort, nem a szégyensort, hanem gyakorlatilag azokat, amiket kevesebben nézegetik. Kevesebben nézik meg miért? A magyarás X-monád, hát az X-monád maga az ablakkezelők között is egy unikális dolog, tehát nyilvánvalóan 100 emberből egy, ha tudja azt, hogy mi az, na, hogy X-monád, meg hogy ablakkezelő, értelemszerűen erre kevesebb nézettség van. Miért? Mert kevesebb ember használja. Ami fontos és gyakorlatilag érdekes dolog, és sok ilyen lesz még a későbbiekben is, terminálos, terminálhoz közeli programokat is beszeretek mutatni. Látom egyébként, hogy a Ranger, a NeoVim, meg egyébnek a bemutatása, X-Monad, az nem sok embert érdekel, de ezek a videók azért is készülnek, hogy kitágítsák a látókörünket, és mivel én ezeket használok, jó, most i3 VM alatt vagyok, mert az éppen a kedvencem, de gyakorlatilag miről szólnak ezek a videók? Terminálós dolgokról, amiben beletekar az ember, jó, tudom, érdekes, egyéb. Majd amikor lesz rá indítatása, hogy valamilyen feladatot terminálba lásson el, és akkor elő tudja venni az ismeretet, láttam olyan terminálos valamit, olyan fájkezelőt, amiben képpanelt is lehet csinálni, meg fülek is vannak, meg villámgyorsan lehet vele dolgozni, meg mindent meg tud csinálni, na ezért készülnek ezek a videók. És a végén nézzünk meg egy nagyon fontos számot, 108. Azaz 108 darab videó került fel. Ebből lehet válogatni, mindenki megtalálja azt, ami számára kedvenc, illetve pontosítok, 109 került fel, de mivel a YouTube nagyon nem szereti a YouTube letöltésről készül videó, így kaptam egy irgum-birgum figyelmeztetést, ha még egyszer rossz fiú leszek, akkor bizony az orromra koppintanak. Azaz, ha valaki emlékszik arra, hogy bemutattam a YouTube letöltő rendszert, hát bizony, azt letiltotta, le kellettem venni, és bizony, így csak 108 darab videó került fel. Menjünk is tovább. A számok után nézzünk egy pár tipikusan felmerülő kérdést. Tipikusan felmerülő kérdés az, hogy többször előfordul. Miért nem csinálok egy Facebook oldalt, ahol a videók megjelennek, a Facebook meg értesíti őket, az Instagram az értesíti őket, hogy megjelennek a videók. Minek? Teljesen fölösleges. Akit érdekel, a YouTube-ra fel tud iratkozni. Kap értesítést. Akit meg érdekel, de nem akar feliratkozni, időnként visszanéz, megnézi a videót, és kész. Ennyi. Nekem nem nagy kedvem van azzal foglalkozni, hogy egy Facebook, egyéb ilyen közösségi médiába kitolja az ember a videót. Egyszerű, hamar meg lehet csinálni, de arra felügyelni kell, bejelentkezni, ellenőrizni, kommenteket nézni. Na hát erre nincs időm. Kommentek. Kommentek. Miért nincs kommentelési lehetőség se a blogomban, se a videók alatt? Azért, mert aki ismer, tudja, hogy én ilyennel nem szeretek foglalkozni. Én nem szeretem azt, amikor van egy megjegyzés, bejegyzés, vélemény, és utána jönnek az emberek, és a véleményt véleményezik, majd a vélemény véleményeit véleményezik, és akkor kialakul ilyen torzsalkodás. Egyértelműen emlékeztek arra, hogy egyszer jól kiborultam, és megcsináltam a Toxikus a Linux közösség című videót. Igen, sajnálatos módon az egyéb dolgok átgyűrűznek a Linuxhoz, a Linux közösségbe is, és kialakulhatnak olyan ellentétek, olyan marakodások, olyan vélemények, amit én nem akarok moderálni, nem akarok ezzel foglalkozni, se a blog alatt, se pedig a videók alatt megnézni, az normális megjegyzés, nem sérte valamit, ha végén a YouTube kiakadt, hogy olyan volt ilyen egyébként, és ezért tiltottam le, olyan megjegyzés volt a videó alatt, ami nem engem, hanem másokat sértett, csoportot sértett. Én ilyennel nem akarok foglalkozni. Akinek szakmai véleménye van, az összes elérhetőségem megvan. Azaz a blognál ott van a mail címem, meg természetesen mindenki tudja, hogy a Magyar Árcsos Discord csatornán elértek, tehát oda beírva tudtok velem kommunikálni.
Megszokott kérdés, hogy hogyan választok témát. Egyértelmű, a témaválasztásom nagyon tudományos módon folyik, ami engem akkor és ott érdekel, arról készül videó. Nyilván nem egy tanfolyam, ahol folyamatosan készülnek a videók, és egy adott témát A-tól Z-ig feldolgozni, ami érdekel, hiszen arról tud az ember örömmel beszélni. Talán észrevettétek időnként a hangomon, hogy tetszik ez a dolog, szeretem a Linuxot, meg örömmel csinálom a videókat, azaz, ami érdekel, arról készülnek a videók. A következő gondolat, amit már talán fejtegettem is, hogy miért nem kérem, hogy feliratkozz. Legtöbb videóban ott vannak ilyen beugrók és izgőmozgó ketyerék, hogy iratkozz fel. Ha feliratkozol, feliratkozol, ha nem iratkozol fel, nem iratkozol fel. Nekem semmivel se jobb, ezt őszintén elmondom, ha feliratkozol, és semmivel se rosszabb, ha nem iratkozol fel. Mindenki el tudja dönteni azt, hogy a videó ér annyit, hogy kapjon értesítést, vagy esetleg két hetente ide nézzen, és megnézi az új videókat, vagy havonta, vagy amikor kedve van, és utána megnézi azt, az egyet, kettőt, hármat a többből, amit érdekli. Én nem kunyerálok, mint sokan, feliratkozás vagy lájkolj. Teljesen mindegy. Ha 15-en lájkolják a videómat, ugyanolyan jó nekem, mint hogyha 50-en, vagy 15-en megnyomják a lefele mutogató kis ujjacskát. Teljesen mindegy, a videó már kész van, attól nem nézik meg többen, hogy magasabb a like szám, vagy a lefele mutogató ujjat nyomkodja valaki, mert nem tetszik az, hogy terminálós dologgal foglalkozom. Ha feliratkozik valaki, feliratkozik, azt megköszönöm, örülök neki, hiszen jó érzés, amikor emelkedik ez a szám. És ahogy mondtam, ez a szám, a feliratkozó szám nagyon meglepett, a nézettség is nagyon meglepett, és nagyon tudok örülni neki, hogy ennyi ember gondolja úgy, hogy nem hiába készítettem ezeket a videókat. Köszi szépen! Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Örülök, hogy 3 évesek lettünk. Örülök annak, hogy van ennyi ember, akit érdekel nézettségbe, mert érzem azt, hogy valóban egy jó utat követünk. Maga az, hogy nem a fősodorral tartunk, hogy Windows-t használunk, ami egy jó rendszer, de azért valljuk be, a Linux egy kicsit más. Köszi szépen, és remélem 1-2-3-4-5 év múlva is elmondhatom, hogy bizony 4-5-6-7-8 évesek lettünk. Sziasztok!